Itt áll mellettem Halász Kende, aki külön díjas lett, hiszen a Zsíros Akadémia kőbánya csapatának ő lett a legjobb ezen a tornán. Harmadik helyen végeztetek, most nyertétek meg hosszabbítás után a bronzmeccset. Milyen volt ez a meccs neked? Szerintem jól játszottunk, szoros volt a küzdelem, de végül megnyertük. Neked milyen volt az a játék ezen a két meccsen? Hogy élted ezt meg? Az első meccsen jobb voltam, mint a másodikon, de szerintem jól játszottam. Hát gratulálunk ehhez. Mikor kezdtél kosarazni? 5 éve. Itt kezdtél a kőbányánál? Nem, a tesi tanáromnál kezdtem. A kosáredző is volt egybe. És miért választottad ezt a sportágat? Egyszerű volt a tesin, helyettesítő tanárként, és azt mondta, kidobosoztunk, és azt mondta, hogy menjek le egy kosáredzésre, és ott megtetszett, és egyre jobban űrzöm a sportot. Milyen kosármeccseket nézel a tévében, hogyha nézel? Nem szoktam nézni annyira sokat, de néha szoktam. Van azért kedvenc játékosod, esetleg példaképed? Nincs nagyon. Mit szeretnél érni a kosárlabdával hosszú távon? Van-e konkrét célod már esetleg? Hát, hogy ugyanígy megtartsam ezt a teljesítményt, amit most értem el. Egyre nagyobb csapatokba játszani, és jónak lenni. Mennyit edzel egy héten? Hát, 5 edzés. Hát kívánjuk, hogy sikerül megvalósítani az álmaidot. Gratulálunk még egyszer. Köszönjük az interjút.